Sziasztok. Tanító videó következik, tehát azok fogják igazából érteni, akik tőlem tanulnak vagy tanulni akarnak, mert egy-két olyan dolgot tudok ezen a mostani képleten bemutatni, amit rögtön ki is vetítek nektek, ami, ami ö, talán így sokkal értelmesebbé válik. Ugye az a címe, azt adtam ennek az egész összenetnek címként, hogy nap bi direkciós kvinkunks, rögtön beszélünk róla, hogy mi az a bidirekciós, meg mi az a kvinkunks, és a kérdés ugye az, hogy akarunk-e, tudunk-e gyógyulni. Rögtön álljunk is meg ennél a kérdésnél, mert ö, persze hogy ne akarnánk, ugye mindenki rávágja, hogy ki a franc szeret beteg lenni, persze, hogy akarom úgy gyógyulni. És akkor egy picit járjuk körbe, az, ugye azt ígértem, hogy tanító videó, nem bírom megállni, ne filozofáljak természetesen. Minden esetre, tehát a, ugye a Keiron, a karmikus sebek és az abból való gyógyulás lehetőségének a, a kentaúrja. Az összes kentaúr egyébként a sebeinket írja le, hogyan és hol szereztük őket, milyen módon, euh, milyen emberi és ember küzdelmek által, és Kejron éppen az a kentaúr, ami a sámán, a táltos archetípusa, általában azt szoktunk mondani, és ezt főleg a mítoszból vezetjük le, hogy ezeket a sebeket mi magunk nem tudjuk gyógyítani, csak ha mások sebeit gyógyítjuk. Éppen ezért egy prominens Kejron mindenképpen jelez gyógyítói, öngyógyítói képességeket. De ugye itt az öngyógyítás, az pont hát azon áll vagy bukik, hogy mivel a magunk sebeit nem tudjuk begyógyítani, csak akkor, ha másokért teszünk valamit, úgy visszafelé, visszahatóan gyógyulnak, majd ezért gyógyítóvá kell válni azoknak, akiknek valamilyen Keironhoz köthető olyan sebe van, ami gyógyíthatatlannak tűnik. És csak akkor, abban az esetben tudunk elindulni a gyógyulás útján, ha másokon segítünk. Most ez nem azt jelenti, hogy rohanjál egy reiki tanfolyamra, vagy egy prananadira, vagy iratkozz be az orvosi egyetemre, nagyon sokféleképpen tudunk gyógyulni. Beszélhetünk a gyógyító szavakról, a gyógyító érintésről, a gyógyító figyelemről. Tehát ezekre gondoljatok, tehát nem kell nekünk konkrétan a gyógymódokba beleásva magunkat gyógyítani. Egy teát, amikor megcsinálsz a beteg gyerekednek, és az aggodalmadat, a szeretetedet belefőzöd abba a teába, az a tea egy gyógyszer lesz vagy ha oda veszed az öletbe az unokádat, és ringatod egy kicsit, mert éppen lázas, és megpuszilod a homlokát, az az ölelés, az, az a, gondoskodás gyógyító erejű lesz. Erre gondolok. Na most, ugye a Keiron egyébként most jelenleg ugye a kosban jár, és pont egy hónappal ezelőtt volt nap Keiron, tűztrigonunk, ugye, akkor még a nap az oroszlánba járt, most pedig a szűzben, ami a rendrakásnak és a gyógyulásnak is az odafigyelés, a fizikai síkra való odafigyelésnek az energiamintázata. És ahogy ránézünk a képletre, ugye szeptember 12-én 0 óra 40 perckor budapesti idő szerint pontosodik be fokra perce, másodpercre ez a kvinkungsz. Na most természetesen előtte-utána egy-egy nappal ezt mind fel lehet használni, én nagyon szűkorbiszokkal dolgozom, és ez a bidirekciós quincunx, ez pontosan úgy működik, mint egy trigon. A karma ugyanis figyelembe vesszük a quincunxokat is, a 150 fokokat, ezt a hagyományos vagy a középkori asztrologia egyáltalán nem ö, ismeri, pedig a karma ez a, az egyik karmafényszög, tehát pont a karmikus mizériáinkat, a, ö, a karmikus meg nem hogy meg nem értett működéseinket írja, írja le, viszont ha bidirekciós, rögtön elmondom, hogy mi az, hogy bidirekciós, az bizony azt jelenti, hogy igazából úgy működik, mint egy trigon. Tehát valami egészen érdekes dolognak vagyunk itt most a tanúi, azáltal, hogy egy hónappal ezelőtt ott volt a tűz és ugye a tűz az átalakító erőt szimbolizálja, most pedig egy bidirekciós uh, quincunxban uh, kapcsolódik össze a nap, ugye a nappali fényadó és a karmikus ebeknek a kentaúrja, Ezáltal egy egész hónap volt a gyógyulásra, akár figyeltünk rá, akár nem, de ha visszagondolsz erre az egy hónapra, nagyon jó volt az idő, sokan nyaraltunk, vagy egy-két napot, vagy akár két-három hetet is, a nyaralás, a pihenés, a napfény, ezek mindig gyógyító erejűek. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, hogy, hogy bidirekciós, és utána kitérünk még egyszer erre az akarunk, és tudunk-e gyógyítani rá. A bidirekciós annyit jelent, hogy az egyik égitest direkt mozgású, a másik égitest pedig retrográd. Jelen esetben ugye a nap az mindig csak direkt mozgású tud lenni, a Keiron pedig 45-50 százalékban retrográd, különösen a korsban rengetegszer oda-vissza mászkál, és éppen ezért ez egy bidirekciós kvinkunk, tehát ez úgy működik, mint egy trigon. És amikor felteszem a kérdést, hogy akarunk-e, tudunk-e gyógyulni, ott benne rejlik sajnos a válasz, hogy látszólag akarunk, de frászkalikát, nagyon sok embernek kell a betegség, nagyon-nagyon sokszor az agyunk betegít meg bennünket, van egy betegségtudatunk, ugye ez a hipohondria, és az megmérgez bennünket. Tehát amikor, amikor feltételezed magadról, hogy te most el fogod kapni a covid és biztos meghalsz, vagy feltételezed magadról, hogy csak egy pici gyomorfájás, vagy egy mit tudom én, egy dudor, én tele vagyok ilyen dudorokkal, most akarom ezeket így kiszedegetni, ilyen zsírdudorokkal, állandóan nyomogatom őket, állandóan vérrel elfutásosak, eszembe nem jutott, hogy ezek rákos daganatok lennének. Pedig daganat, ugye egyébként sem vagyok hipon, de hála Istennek, sőt, én inkább pont fordítva működöm, nem, akarok, nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy beteg vagyok. Tehát, hogyha mondjuk kezdődik egy kis nátha, vagy egy kis ilyen fáradtság, ilyen fáradékonysa, és áh, nem, semmi bajom, semmi bajom. Gyorsan kiülök a napra, és, és magamba szívom a nap energiát, és akkor azzal én fel is töltekezem. Na nézzük meg ezt a, ezt a képletet, tehát a tudni gyógyítás az abból fog eredni, hogy akarsz. És bizony van, akit nem lehet meggyógyítani, meg kell neki a betegség. Tehát ez a, ez a kérdésre a válaszom. Ő, a felszálló holcsomó Eris most már szintetű, pontos. Ugye pár nap múlva, három nap múlva lesz a szűz új hold, akkor nyolc év másodpercre kerülnek egymástól. Tehát nem is fogok külön Eris felszálló, holcsomó képletet mutatni nektek, mert majd belerakom a szűz új holdba. A vesta a szintén pontos, ugye ott a jegyek az ikrek legvégén, és érdekes módon ebben a téli pillanatban a hold áthalad a Juno-Vénusz konjunkción ugye a Juno az most éppen egy picivel gyorsabb, mint a Vénusz, ö, annak ellenére, hogy a Vénusz ugye kétszer olyan gyorsan megy átlagosan, ö, sőt, majdnem négyszer olyan gyorsan, ö, ha átlagot veszünk, mert nagyjából 15-16 év perc a haladása az aszteroidáknak, de egyébként, mivel nagyon elnyújtott ellipszis alakú pályán keringenek ők is, ezért lehet akár 45 év perc a haladási sebességük, és a Vénusznak az átlaga ugye nagyjából egy fok, de most egészen lassú. A hold pedig az orosznál hold, ami amúgy is ugye kreatív, játékos, büszke lélekre van, az most áthalad ezen a, ezen a konjunkción, és tulajdonképpen három archetípus egyesül, a hold az anya, a Juno a feleség, és a Vénusz a szerető. Tehát ez egy fantasztikus téridő ilyen szempontból, mert megmutatja azt, hogy mi, milyen, milyen szituációban tudunk a leginkább gyógyulni, az abban, hogy a 20.-21. században ezt a három pusz a nőkben mesterségesen szétszakítják. Nem beszélve arról, hogy most még farkat is varratnak, velük, fogalmazunk így. Tehát most még azt is be van adva a fiatal lányoknak, hogy te nem is vagy lány, csak azért, mert egy kicsit fiús vagy. Én egy nagyon fiús lány voltam, állandóan kint a kertbe, biciklisztem, tele voltak zúzódásokkal. Eszemben nem szerettem volna fiú lenni, persze milyen jó lenne fiúnak lenni, és akkor állva lehet pisilni. Na, kb. 11 Egyéves éves koromban ez volt a gondolatom. Most, hogyha jött volna egy kretén, ilyen, hogy hívják, ilyen átszerkesztő, aki azt mondta, hogy hát te tulajdonképpen fiúsznak születtél, csak lánytestben van, és ez rossz test, és gyere, alakítsuk át, abszolút lehet, hogy rá is tudtak volna beszélni, mert egy 11 éves baromira befolyásolható. Tehát egészen egyszerűen azok, akik ezt megteszik, azok mérhetetlenül gonoszak, és abszolút minden, mindenfajta büntetést megérdemelnek, a halálbüntetést is. Abszolút halálbüntetés párti vagyok amúgy. Na mindegy, szóval most kidöntem magam megint, és itt van ez a hármas konjunkció, ami azt jelzi, hogy egyesíthető, tehát az elsődleges gyógyulási feladatunk ebben a téli pillanatban, persze a hajnali 0 óra 40 perckor csak a bagyok vannak fönt, én tutira nem, de minden esetre a téridő gondolva egyes is magad van ezt a háromféle női minőséget. Az anyát, a gondoskodó édesanyát, a, az elkötelezett feleséget, a Juno ugye a First Lady, és a Vénusz a szeretőt, a, a, ami széppé, értelmessé teszi a szeretetet. Ezt lehet most megtenni. És akkor nézzük tovább, ugyanis van itt egy analitikus fényszög képünk, amiben azért be, bent hagytam a napkányron kvinkunkszot is, mert érdekes módon ö, kis fényszögekkel nagyon ö, klasszul kapcsolódnak mindenféléhez. Először is van egy kardinális levegő mozdonyunk, ugye Pluto-Szerez és a Vesztra-Asztréa konjunkcióval, ugye a, a kvadrátések kardinális, és a, a trigon része pedig levegőségekben van. De van egy változó földmozdonyunk is, ott pedig a kvadrát rész van változó jegyben, ez az astria Vesta és Pallasaténi. Ez azért érdekes, mert a Pallasaténi a bölcsesség, Vesta a fókuszáló képesség, Astria pedig ugye a karmatörés-sors változtatás, a változó kvadrát pedig pont a változtatásról szól és hát a föld, az meg a földi sík. Tehát az alapvetően azt jelenti, hogy, hogy a földi síkon kellene változtatnunk, hogyan a Plutónak a transformáló erejével, és a palaszaténi bölcsességével. Érdekes módon ez a kettő összekapcsolódik egy feszült trapézné, mutatom nektek. Itt van a talpazata, az egy kvinkunx, ugye a Plutó Vesta Astrea ez is egy bidirekciós kvinkunx amúgy, és a teteje pedig egy 30 fok a palaszaténi szerez között, tehát ott van a gondoskodó elv, az okosság, a bölcsesség, a ráfókuszálás, a transformációra, és maga a transformáló erő a prótó. És belül pedig két rigon az áldást ő, tar teremti meg a belvilágban. A színpad teteje nagyon-nagyon pici, ez a 30 fok, ez éppen csak úgy elférünk rajta, és a felkapaszkodó oldalak, azok pedig kvadrátok, tehát küzdelmes lesz, de meg lehet próbálni. És aztán, a, ami miatt itt hagytam ezek, ezt a Kejlön, nap opozíciót, az azért van, mert a nap egy, egy úgynevezett novillal kapcsolódik a szerezhez, a novill az önfeláldozás fényszüge, a, a, a körnek az egykilenced része, tehát ott van benne az a minőség is, hogy megvilágítódik a, 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 a gondoskodó elv, ami mindig önfeláldozást igényel tőlünk, a megfelelő gondoskodó elv, és az megint nem tudom, miért van itt, mindegy, és van egy, a Kajron pedig egy, quincum, egy, kvintilt a Veszta egy 72 fokot, tehetséggenialitás, itt van a lehetőségünk arra, hogy mégis a gyógyuljunk, tehát ugye, hogyha elővesszük azokat a tehetségminőségeket, amelyek ott vannak bennünk, csak szunnyadnak, rejtőzködnek, méghozzá hogyan, hogy ráfókuszálunk, és azáltal transformálódunk. És aztán ott van a budapesti képletben egy MC Plutó szeptilis, ez az 51 fok 27 évperc, ugye, a kör egy heted része, ez pedig a miszticizmus. Ez csak a budapesti képletben van ott, és ezáltal a Keiron nem csak a nap, hoz kapcsolódik, hanem az MC-hez is, hiszen a téridő pillanat, most visszamegyek nektek a nagyobb Képletre, mert az az érdekes, nézzétek meg, 0 óra 40 perc a zónaidő, de a valóságos idő az érdekes módon pont az éjfél. Tehát a, a, a téridő minősége, hiába mondjuk azt, hogy ez szeptember 12-e 0 óra 40 perc, az igazából még szeptember 11-e 0 óra, ugyanis a nap tűpontosan ott van, és ha jól emlékszem, akkor, akkor gyakorlatilag vagy éppen, hogy átlépett, és akkor 12-e 0 óra, vagy ugye 11-e 24 óra igazából. Na. És akkor nézzük a transzcendens égitesteket, mert van belőlük bőségesen. Érdekes módon rengeteg a kentaúr, és milyen érdekes, ugye, hogy a kentaur típusú égitestek pont a karmikus sebeinket írják le, és az abból való gyógyulás lehetőségét, de Isten igazából nem csak a gyógyulás lehetőségét, hanem gyakorlatilag azt, hogy hogy vagy fóbiává növesszük őket, tehát egy egész egyszerűen azt mondjuk, hogy hogy nem tudom, nem tudom megoldani, nem tudok, nem inkább bezárkózom lesznek mindenféle iszonyok, ugye, tehát pókiszony, sötétségi szony, stb., vagy pedig megpróbálom legyőzni, és akkor zseniális képességeket tudok fabrikálni belőlük. Na nézzük, a napon ott van EOS a hajnal, hogy felvirad egy új hajnal, hogy lesz új minőség. A virtus, tehát az erényeknek a gyakorlása, hogy a négy kardinális erény, illetve a három isteni erény, ezek hetességek érdekes módon. És Téreusz, egy olyan kenta aki medvékre vadászik, de nem öli meg őket, hanem beviszi őket a barlangjába, és megpróbálja őket megszerítíteni. És ez az ösztönszint megszerítésének a képtelensége, vagy a képtelensége, tehát az ösztönszint megzabolázása, ami nagyon nehéz, ugye ösztönlényeként születünk, és megtanulunk hát, civilizált emberként működni, bár aki, aki meg nem, hát az meg úgy marad. Pont erről szól a Téreusz. A Kejron van Lucifer, a fényhozó. Ezen mindig jót mosolygok, mert hiszen én szeretek fényt hozni, tehát a csoportjaimban ugye elkezdem mondjuk valamit reggel kilenckor, akkor nincs sötét, de délután háromra már nagyon sokszor föl kell kapcsolni a villanyt, és akkor mondom, mindig vicces, hogy lehetek fényhozó. Ugyanis igen, ahhoz, hogy Isten dicsőségét és minőségét megértsük, ahhoz bizony kell, kell a kételkedő hang, mert pontosan akkor tud felragyogni a fény. Tehát Lucifer úgy hozza a fényt, hogy közben megtagadja. Ez benne a fura, és ez pontosan kifejezi azt, hogy ahhoz, hogy én gyógyulni tudjak, ahhoz nekem először másokat kell gyógyítani, és akkor retrospektíve, fényhozóként én is meg tudok gyógyulni. A szerezen, a gondoskodó elven, ott van Tír, ugye az északi népeknek a hadistene, Demeter, ugyanaz, mint ő maga, tehát Demeter a, a görög változat, szerez a római változat, a, a, a kalász istenőjének, és két Kente Haumea és Elátus. Elátus a munkán és íráson alakuló ego és önérzet megnyilvánulása, vagy meg nem nyilvánulása. Meg van egy nagyon fura ilyen, vagy megúszom, vagy nem is kapcsolódik hozzá. Tehát azt vettem észre, hogy akinek prominens az Elátus, az nagyon sok mindent megúsz meg tud úszni. Tehát baleseteket, mit tudom én, lebukást, mondjuk, hogy éppen csalja a feleségét, vagy a férjét, és akkor egyszer csak viszont nem megy tovább. Tehát egyszer csak minden ugye a, a, fejére borul. A Haumea pedig a havainak az egyik teremtés istennője, aki Állandóan visszafiatalítja magát, erről a szó volt már, visszafiatalítja magát azért, hogy a gyerekeivel, unokájával háljon, hogy még több gyereket szüljön. Tehát egy ilyen folyamatos visszafiatalítás. Ez egyébként a, a, azoknak a nőknek vagy férfiaknak a a jelölője, akik nem tudnak megöregedni, és ugye rohangálnak klasszikai sebészetre, meg mindenféle fiatalító praktikákat beraknak, és nem bírják elfogadni, hogy a testük vagy az arcuk megöregszik. És éppen ezért ez átmehet ugye túlzásba is. Érdekes módon például Michael Jacksonnál nagyon prominens volt a haumea, és nem is tudom, 40 darab műtétje volt, vagy nem is tudom, valami katasztrófa. Van az aténék mellett ott van Hübris, ugye a dőfösség, a lázadás, az istenek kívánsága ellen, és nem mellesleg ugye a szupergalaktikus központon áll, tehát a egyébként még a szűz 50 vagy 29 fok, nem tudom én hányon áll, és a galaktikus központ pedig ugye egy fok valamennyi, de ennek két fokos orbiszt adunk, mert ugye ez egy hatalmas dolog. Tehát a szupergalaktikus központ, ugye a, a, a szűz extra galaktikus szuperhalmaznak a közepe, a magyar népmességben a banyatanya vagy a boszorkány tanya egy hatalmas, egy elszívó energiája van, és a karmasztrógiában azt a karmikus dilemmát jelöli, hogy soha semmi nem elegendő. Itt a bölcsességen áll, ez, vagy pontosan a bölcsesség istenője áll ezen a ponton, tehát bizony itt azt is jelzi nekünk, hogy a gyógyulás lehetősége az azon is múlik, hogy mennyire kutatsz, mennyire keresel, mennyire mész utána a dolgoknak. A megalkuszol vele? Beletörődsz? A egy darab bácsi ezt mondta? Nem mész el egy konzilióra? Nem utal, olvasol utána? Nem kérdezel meg még másik három, négy, öt ö, véleményt? Tehát ezt jelenti itt a, ebben az esetben, ebben a téridő pillanatban. A Vesta Astra konjunkció még mindig a Betelgúz és a Polaris van, meg fogom nektek mutatni még, még egyszer a, képét, tehát a, a, a planetárium képét, és a fekete hol Liliten, ugye, ami a bátorság, becsület, tisztesség, helytállás szimbóluma, ott van Szófia, a bölcsesség, Gavin a lovag, Cerberus, a, az alvilág kutyája, amely őriz egy kaput. Tehát ez egy érdekes dolog, ugye a kapuk azok mindig liminális terek, átmeneti terek, amikor a küszöbön átlépünk, ugye egy kaput belépünk, akkor egy más térbe kerülünk, és Szerbalusz ezt őrzi most, ahogy a fekete, ahol Lilitet szimbolizáló istennő, ugye Lilit, a számüzetése után belép az édenkertbe, mert dolga van, ez ö, ugye le kell győznie hozzá a cerberust képeletesen szólva, és ahhoz, hogy gyógyulni tudjunk, nagyon sokszor át kell lépnünk egy kapun. Ö, ez lehet a saját hiedelmünk, lehet a az orvosi világnak az ellenkezése lehet a, egész egyszerűen a félelmet kell, hogy a félelmet kell hátrahagyva, belépnünk egy másik térbe, ez, ez mind itt van. És a színrónot azért nagyítottam ki nektek a saját ö, jegyzetemből, hogy ö, sokszor beszéltem róla, de erről az, az objektumról még, még igazából ö, ez mostanában bukkant fel, és nagyon keveset beszéltem az elmúlt két évben csak megemlítettem. Úgyhogy gondoltam, hogy ide másolom nektek, ő egy TNO, tehát transzneptuni Égite majdnem 300 év a keringés ideje, ugye 291 év és ö, egész három, tehát ez a három tized, ez a 12 két hónapnak a három tizede, és ez ö, azért érdekes, mert a, ö, a szinte egyformák, tehát ez egy bináris objektum, és a, a holdja a főigitesnek szílának, majdnem akkora, tehát ezért egy, ö, egy olyan arhetipus párost kapott névként, a, amely gyakorlatilag az eszkimóknak az egyik teremtés Istene. És az a lényege, hogy ő az, az, a, az élefekeltő erőket mozgatja, égisten, a felesége, a föl, földisten ő pedig a földön lévő tárgyaknak, a követnek, szikláknak, a megteremtője. Tehát meg ahogy szoktam mondani, ez, ezért van Ég és Föld egymásra utaltsága. És azért érdekes, mert a meglévő fizikai adottságokból a szavakkal általi teremtés a teremtő erőnek a kettése. És azért fontos számunkra, karmasztrógusok számára, mert ezek, ez, a, ez, a, kett, ez az égitest jelzehezhet például, ha prominens, olyan bifurkációs pontokat, olyan ö, nyerekpontokat is, ugye ez, ezek a fogalmak a, a káosz elméletből származnak, amikor eldől egy, 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 egy folyamat, tehát amikor egy folyamat elérkezik egy pontra, a, és a döntésünkön múlik, a saját tudatos döntésünkön múlik, hogy jobbra vagy balra, hogy előre vagy hátra megyünk-e tovább, tehát, nagyon, tehát arra, arra ad nekünk képességet, hogy a karmikus sorsfordulókon nagyon tudatosan döntsünk, és ezt fel is vállaljuk. És hogyha visszamegyünk ide, ugye itt a fekete holdon van pont a szílanúna, és együtt is fognak mozogni még egy ideig. Tehát pont ez a bátorság, becsület, tisztesség, hogy én visszamegyek az Édenkertbe, és ott van dolgom, mert ö, nem akarom, hogy Éva hülyén halljon meg, a második asszony, ugye, aki csinálmány és nem teremtmény. Tehát ezt a, ezt, a, ezt a felvállalást szimbolizálja egy olyan helyre megyek be, ami számomra tiltott, ahonnan engem kitiltottak, de mégis bemegyek, azért, mert dolgom van. Tehát egy ilyen téridő pillanat van most éppen. És akkor itt van Betelhúz és Polaris, amit mindig azért mutatok meg nektek, mert azonos ö, ö, asztrologiai fokon vannak, nagyjából ikrek 29. fokon, és ugye most a... Ö, a az West, a Vesta kettős van szintén ugyanezen a fokon, most nézzétek meg, a Betelgúz az ugye itt van nagyjából az így egyenlítőtől 8 foknyira, egyébként az ekliptika alatt van, tehát nem, az Orion nem egy ekliptikai csillagkép, hanem egy alatta lévő csillagkép, ugye tulajdonképpen egy egyenlítői, ekvatóriális csillagkép, illetve a Polaris, az pedig ugye fönt van, a, a, a tehát semmi köze az állatövhöz, a büdös életben nem fog vele semmi össze vagy együtt állni, miközben ugyanazt az asztrológiai fokot foglalják el. Tehát ezért nem lehet az állócsillagokkal semmiféle egyéb fényszöget nézni. És még az együttállás is igazából egy vonalban állás. Ezt tehát a, a gyógyulás asztrológiai képlete. Próbáljátok oda figyelni a saját állapotaitokra, tisztuljatok, gyógyuljatok, rakjatok rendet. Ha külvilágban a magad körül rendet raksz, akkor az a belső világodban is meg fog jelenni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!